A tudattitka. Miért van öntudatunk és hogyan keletkezett? Az öntudat fogalma is alapvető kérdései. Az öntudat az egyik legizgalmasabb és legösszetettebb fogalom a tudomány és a filozófia világában. A kérdés, hogy miért és hogyan rendelkezünk tudattal, évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. A tudat nem csupán azt jelenti, hogy reagálunk a külvilágra, hanem magában foglalja a belső tapasztalataink, érzéseink és gondolataink tudatos megélését azaz azt a képességet, hogy tudjuk, hogy vagyunk. Mindez azonban továbbra is számos kérdést vet fel. Milyen mechanizmusok teszik lehetővé az öntudat megjelenését? Létezik-e a tudat nélkülözhetetlen összetevője, amely külön választja azt az egyszerű érzékeléstől vagy reflexzerű válaszoktól? Az öntudat a kognitív élményeknek és a belső tapasztalatoknak egy olyan rendszere, amely lehetővé teszi számunkra, hogy nem csupán átéljük az érzéseket, hanem értelmezzük és kategorizáljuk is őket. Ez magában foglalja azt, hogy felismerjük saját létezésünket és tapasztalatainkat, illetve egyfajta időérzéket is, amely lehetővé teszi számunkra az emlékek és a jövő közötti kapcsolat kialakítását. Az öntudat ezzel szemben olyan minőségekkel bír, amelyek több rétegű komplexitással rendelkeznek. Az önreflexió, az érzelmek és a tapasztalatok beépülése az életünkben mind különleges vonások, amelyek megkülönböztetnek minket más élőlényektől a tudat kérdése tehát alapvetően két részre osztható. Egyrészt az öntudat funkcionális aspektusa foglalkoztatja a kutatókat, hogyan működik az öntudat, milyen folyamatokon keresztül nyilvánul meg az agyban, és hogyan befolyásolja a viselkedésünket. Másrészt ott van a filozófiai kérdés, mi az öntudat lényege? Miért jött létre? És milyen szerepet játszik a létezésünkben? E két megközelítés folyamatosan hat egymásra, hiszen a tudományos eredmények sokszor inspirálnak filozófiai értelmezéseket, míg a filozófiai kérdések új irányokat jelölhetnek ki a tudomány számára. Az öntudat jelentőségét különösen kihangsúlyozza, hogy az emberi civilizáció fejlődésében alapvető szerepet játszik. Az öntudat tette lehetővé, hogy gondolkodjunk a múltról, megértsük cselekedeteink következményeit, tervezzük a jövőt. És önálló döntéseket hozzunk. Ezek a képességek formálták az emberi kultúrát, művészeteket, vallásokat és tudományokat, amelyek mind az öntudat létezésén alapulnak. Az, hogy képesek vagyunk megérteni, hogy kik vagyunk, és miként illeszkedünk a világba, egyedülálló képességgé teszi az öntudatot, és folyamatosan arra ösztönöz bennünket, hogy keressük saját létezésünk értelmét. Az öntudat evolúciós háttere. Az öntudat kialakulása az evolúciós fejlődés egyik leglenyűgözőbb, de egyben legnehezebben megmagyarázható folyamata is. Az evolúció számos képességet adott az élőlényeknek, hogy hatékonyabban alkalmazkodjanak környezetükhöz. Felmerül a kérdés, hogy a tudatosság hogyan illik ebbe a keretbe, és miért lehetett előnyös az, hogy egy élőlény nem csak érzékelni képes, hanem tudatában is van saját létezésének. Az öntudat evolúciós haszna első pillantásra nem egyértelmű, hiszen önmagában nem tűnik életmentő képességnek. Ennek ellenére az emberiség fejlődésében alapvető szerepet játszott. Az evolúciós pszichológia egyik alapvető feltételezése, hogy az öntudat valamilyen szintű túlélési előnyel járt. Az önreflexió, azaz az a képesség, hogy gondolkodunk saját érzéseinkről, döntéseinkről és tetteinkről, lehetővé teszi, hogy tanuljunk múltbéli hibáinkból és előre tervezzünk. Az emberi történelem során ez a képesség döntő fontosságúvá vált. Az önreflexió segített az embereknek, hogy felismerjék veszélyes helyzeteket, értékeljék a szociális kapcsolatokat, és kialakítsák az együttműködés és bizalom alapjait, ami az emberi társadalmak alapját képezi. Az öntudat tehát egy olyan eszközzé vált, amely az emberi csoportok közötti szociális kötelékek erősítésében játszik szerepet, ezáltal közvetetten hozzájárult a túléléshez. Az agy evolúciós fejlődésében több olyan terület is kialakult, amelyek szerepet játszanak az öntudat létrejöttében, az emberi agy úgynevezett prefrontális kérge, amely az abstrakt gondolkodásért, tervezésért és komplex döntéshozatalért felelős, különösen fejlett az embernél. Ezen agyterületek fejlődése párhuzamba állítható az öntudat kifinomulásával. Ahogy az agy komplexebbé vált, úgy lett egyre mélyebb és árnyaltabb az öntudatunk is. Az agy és a tudat közötti kapcsolat azonban továbbra is bonyolult és részben ismeretlen. A neuropszichológiai kutatások azt mutatják, hogy az öntudat nem egyetlen agyterülethez kapcsolódik, hanem inkább egy integrált rendszer, amely több terület együttes működéséből áll össze. Az öntudat nem csupán az emberi faj sajátja, hiszen bizonyos fokú tudatosságot már más állatoknál is megfigyeltek. Például a nagyobb emlősöknél, mint a delfinek, elefántok és főemlősök. Találhatók olyan viselkedésformák, amelyek az öntudat jeleit mutatják. Az úgynevezett tükrözési teszt, amely során egy állat felismeri saját tükörképét, az egyik módszer, amellyel a kutatók igyekeznek bizonyos állatok öntudatának jelenlétét felmérni. A tükrözési tesztet sikeresen teljesítő állatoknál feltételezhető, hogy valamilyen szintű önismerettel és tudatossággal rendelkeznek. Ez arra enged következtetni, hogy az öntudat alapjai korábban fejlődtek ki, és nem kizárólag az emberi faj sajátossága. Az evolúciós elméletek között található egy olyan megközelítés is, amely szerint az öntudat melléktermék, azaz egy olyan tulajdonság, amely nem közvetlenül a túlélés miatt alakult ki, hanem más, evolúciósan hasznos képességek eredményeként. A magasabb szintű agyi funkciók és a szociális viselkedés együttes fejlődése melléktermékként hozhatta létre az öntudatot, amely bár kezdetben nem feltétlenül szolgálta közvetlenül a túlélést, később önálló jelentőséggel bírt az emberi faj fejlődésében. Ez a nézőpont arra világít rá, hogy az öntudat evolúciós funkciója nem feltétlenül egyértelmű, és talán az emberiség szellemi fejlődésének egyfajta mellékterméke lehetett. Az agy szerepe és a neurobiológiai elméletek. Az öntudat létezését az agyunk struktúrái és működése teszi lehetővé, és a tudomány egyik legnagyobb kihívása megérteni, hogy pontosan mely agyi folyamatok és rendszerek járulnak hozzá az öntudat megjelenéséhez. Az emberi agy több milliárd idegsejtet, azaz neuront tartalmaz, amelyek hálózatba szerveződve kommunikálnak egymással elektromos és kémiai jeleken keresztül. Az öntudat leginkább az agy úgynevezett magasabb rendű komplex területeihez, például a prefrontális kérekhez és a parietális lebenyhez kapcsolódik, ahol az információk integrálódnak, és ahol a magasabb szintű kognitív funkciók zajlanak. Az, hogy ezek az agyterületek miként vesznek részt az öntudat kialakulásában, számos neurobiológiai elmélet tárgyát képezi. Az egyik legismertebb neurobiológiai megközelítés az öntudat kapcsán az integrációs elmélet, amely szerint az öntudat az agy különböző régióinak összehangolt, integrált működése révén jön létre. A tudatos élmények akkor jelennek meg, amikor az agy több része közötti kommunikáció lehetővé teszi az érzékszervi információk, az érzelmek és a gondolatok egységbeszervezését. Ennek az elméletnek az egyik fő képviselője, Giulio Tononi idegtudós, azt feltételezi, hogy az öntudat nem csak az információk feldolgozásával függ össze, hanem azok integráltságának mértékével is. Az elmélet alapján minél jobban képes az agy összekapcsolni és egységesíteni az információkat, annál nagyobb az öntudat mélysége és intenzitása. Egy másik fontos elmélet a globális munkaterület elmélete, amelyet Bernard Bars dolgozott ki. Ez az elmélet azt sugalja, hogy az öntudatot az agy képessége eredményezi, amely révén az információk egy globális munkaterületen keresztül hozzáférhetők és megoszthatók az agy különböző rendszerei között. Ebben a munkaterületen az információk folyamatosan beáramlanak, és csak a releváns kiemelkedő ingerek léphetnek be a tudatos szintre, míg a többi információ automatikusan és tudattalanul feldolgozódik. Ennek a folyamatnak köszönhetően az öntudat mint egy szűrőként működik, amely megszűri a környezetből és a belső világból származó információkat, és az aktuálisan legfontosabb dolgokra összpontosít. Az agyi hullámok, azaz az agy elektromos aktivitásának ritmusai szintén kiemelt szerepet játszanak az öntudat kialakulásában. Az agyi hullámok különböző frekvenciákon zajlanak, és ezek különböző tudatállapotokhoz kapcsolódnak. Például a gyors gamma hullámok az aktív, éber tudatossághoz míg a lassabb hullámok, mint az alfa és téta hullámok, a relaxáltabb, meditációs állapotokhoz kapcsolódnak. Az a feltételezés, hogy ezek az agyi hullámok egyfajta ütemet adnak az agyi folyamatoknak, és lehetővé teszik az információk integrálását, amely az öntudat alapját képezi. A neurobiológusok szerint tehát a különböző agyhullámok közötti koordináció, illetve az agyi területek közötti szinkronizáció szintén lényeges elem az öntudat megértésében. Az öntudat neurobiológiai aspektusainak kutatásában egy másik érdekes terület a tudatosság kiterjesztésének kérdése, amely különösen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos. A kérdés az, hogy ha az öntudat az agy integrált információs feldolgozásának eredménye, akkor vajon egy mesterséges rendszerben is kialakítható-e tudatosság, ha megfelelően szimuláljuk ezeket a mechanizmusokat. Bár a mesterséges intelligencia már képes bonyolult feladatok megoldására, az öntudat kialakulásához szükséges komplex és szinkronizált rendszerek reprodukálása jelenleg még megoldatlan kihívást jelent. Az agyban zajló információfeldolgozás tehát nem csak a technológiai haladástól függ, hanem attól is, hogy képesek vagyunk-e pontosan megérteni, hogyan épül fel az öntudat az idegi kapcsolatokból. Összességében az agy szerepe az öntudat kialakulásában rendkívül összetett. A neurobiológiai kutatások arra világítanak rá, hogy az öntudat egy többrétegű jelenség, amely az agy különböző részeinek integrált működéséből születik meg. A tudatosság ezen aspektusa továbbra is az agykutatás és a filozófia egyik legnagyobb kihívása, hiszen az agy fizikai struktúráiból hogyan és miért jön létre a szubjektív élmény, az továbbra is rejtély marad. Filozófiai megközelítések és a tudat problematikája Az öntudat filozófiai vizsgálata hosszú évszázadokra nyúlik vissza, és az egyik legnagyobb kihívást jelentő kérdés, amelyet a filozófusok valaha is megpróbáltak megfejteni. A filozófiai megközelítések középpontjában nem csupán az áll, hogy hogyan jön létre az öntudat, hanem az is, hogy miért rendelkezünk ezzel a képességgel, és hogyan érthetjük meg annak valódi természetét. Az egyik legfontosabb kérdés, amelyet a filozófusok boncolgatnak, a mi az öntudat természete kérdés. A filozófia ezen aspektusa foglalkozik azzal, hogy miként alakul ki a szubjektív élmény, és hogyan kapcsolódik a fizikai testhez és agyhoz. A filozófia egyik legismertebb problémája a test-elme dualizmus kérdése, amelyet René Descartes, francia filozófus vetett fel. Descartes szerint a test és az elme két különálló, de kölcsönhatásban lévő entitás, amelyek eltérő természetűek. A test az anyagi világ része, míg az elme egy immateriális, önálló létező amely kapcsolatban áll a testtel, de nem azonos azzal. Ez a nézet, amely a dualizmus néven vált ismerté, nagy hatással volt a nyugati filozófiára, és egészen a modern időkig jelen van az öntudattal kapcsolatos gondolkodásban. A dualista felfogás szerint az öntudat valami több, mint az agy fizikai működése, egyfajta lélek, amelyet nem lehet a materiális világgal magyarázni. A dualizmussal szemben áll az anyagelvű vagy materialista szemlélet, amely szerint az öntudat nem több, mint az agy fizikai folyamatai által létrehozott jelenség. A materialisták úgy vélik, hogy az öntudatot az agy elektromos és kémiai aktivitása hozza létre, és nincs szükség külön lelki összetevőre. Ezt a nézetet sok modern idegtudós is osztja, akik szerint a tudatos élmény pusztán az idegrendszer bonyolult működésének eredménye. A materializmus hívei gyakran hivatkoznak arra, hogy az agyi sérülések és betegségek milyen hatással vannak az öntudatra, ami arra utal, hogy az öntudat szorosan összefügg az agy fizikai állapotával. A harmadik megközelítés az úgynevezett pampszichizmus szerint a tudat alapvető tulajdonsága az univerzumnak, és minden anyagnak megvan a saját tudatossági szintje. Ez azt jelenti, hogy a tudatosság nem kizárólag az emberi agy sajátossága, hanem minden részecske és anyag rendelkezik valamilyen fokú öntudattal, még ha nagyon alacsony szinten is. A pampszihizmus hívei úgy gondolják, hogy az öntudat nem egyszerűen az agy eredménye, hanem egy alapvető tulajdonság, amelyből a komplex tudatosság összeáll. Bár ez az elmélet számos kérdést vet fel, és nehezen igazolható empirikusan, érdekes perspektívát kínál az öntudat miben létére. A nehezített probléma fogalma, amelyet David Chalmers filozófus vezetett be, szintén jelentős szerepet játszik a modern tudatfilozófiában. Chalmers szerint az öntudat magyarázatában két szint különböztethető meg. A könnyű problémák, amelyek az agy specifikus működési mechanizmusaira vonatkoznak, és a nehezített probléma, amely a szubjektív élmény, az úgynevezett kvália jelenségének kérdését taglalja. A kvalia az egyén szubjektív belső élménye, például, hogy milyen érzés a piros szint látni vagy fájdalmat érezni. Csámers szerint a nehezített probléma azért kihívás, mert nem világos, hogyan lehet az agy fizikai működéséből magyarázatot adni a szubjektív élményekre. Az öntudat filozófiai kérdései közé tartozik az én fogalmának értelmezése is. Létezik-e valójában egy állandó, önálló én, vagy az csupán egy illúzió, amit az agy hoz létre? Egyes buddhista és keleti filozófiai irányzatok szerint az én csupán egy múló jelenség, amelyet az agy folyamatosan újjáépít az érzékszervi és kognitív folyamatok alapján, a modern tudományban és a filozófiában is egyre népszerűbb az a gondolat, hogy az én nem valami állandó és szilárd, hanem inkább egy dinamikus konstrukció, amely az agy működésének eredménye. Összefoglalva, az öntudat filozófiai kérdései olyan mély és összetett problémákat vetnek fel, amelyek a tudományos és a spirituális gondolkodást egyaránt próbára teszik. Az öntudat természetére vonatkozó kérdések nem csupán az emberi létezés megértéséhez vezetnek közelebb, hanem az emberi életértelmére és céljára is irányítják a figyelmet. Az öntudat és a jövőbeli kutatási irányok Az öntudat megértésére irányuló törekvések nem csupán a jelen kérdéseit érintik, hanem az emberiség jövőjére is mély hatást gyakorolhatnak. Az öntudat kutatása egyre nagyobb lendületet kap az idegtudomány, a pszichológia, a mesterséges intelligencia és a filozófia közötti összefogás révén. A tudósok, filozófusok és mérnökök mindazonáltal még számos alapvető kérdésre keresik a választ. Hogyan jön létre a tudat? Hogyan függ össze a fizikai agy és a szubjektív élmény? E kérdésekre adott válaszok nem csak az emberi létezés mélyebb megértését segíthetik, hanem az intelligens gépek és új technológiák fejlesztésében is alapvető fontossággal bírhatnak. A jövő egyik legnagyobb kihívása a mesterséges intelligencia tudatosságának kérdése, hiszen a fejlett mesterséges intelligencia rendszerek működése egyre inkább emlékeztet az emberi gondolkodásra, ennek ellenére nem világos, hogy lehetséges-e olyan gépi öntudat létrehozása, amely valóban szubjektív élményekkel rendelkezik. Jelenleg a mesterséges intelligencia rendszerek még mindig pusztán adatfeldolgozó gépezetek, amelyek mintázatokat követnek, anélkül, hogy tudnának bármiről. Az öntudat titkának megfejtése azonban kulcsfontosságú lehet az olyan kérdések megválaszolásában, mint hogy lehetséges-e valódi mesterséges öntudat, és hogy mit is jelentene egy tudatos gép megjelenése az emberiség számára. Az öntudat kutatásának egy másik fontos aspektusa a neurotechnológiai fejlesztések előrehaladása. A modern technológia lehetővé teszi, hogy egyre precízebb módon vizsgáljuk és manipuláljuk az agyi folyamatokat. Például az agyi stimulációval és más neurotechnológiai eszközökkel már képesek vagyunk bizonyos tudatállapotokat befolyásolni, illetve helyreállítani sérült vagy sérült tudatossággal rendelkező egyéneknél. Ezek a technikák új lehetőségeket nyitnak a neurológiai betegségek kezelésében. De felvetik azt a kérdést is, hogy milyen etikai következményei lehetnek az agy és a tudat közvetlen beavatkozásának. Az öntudat kutatásában új módszerek és technológiák megjelenése, például az agyi aktivitás valós idejű megfigyelése fontos áttöréseket hozhat. Az olyan új technikák, mint a funkcionális mágneses rezonancia képalkotás, FMRI, vagy az agyhullámok precíziós elemzése, lehetővé teszik, hogy az agyi aktivitást összefüggésbe hozzuk a tudatos élményekkel, és megértsük az egyes agyi területek szerepét az öntudatban. A jövőben ezek a módszerek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy feltérképezzük, hogyan működik az agyunk, amikor tudatosak vagyunk, és hogy az egyes agyi rendszerek hogyan járulnak hozzá a tudatos tapasztalat kialakulásához. A tudatkutatása során felmerül a kérdés, hogy hol húzódik a határ az öntudat és a tudattalan között. A modern pszichológia és neurobiológia egyre mélyebb betekintést nyújt a tudat előtti folyamatokba, amelyek befolyásolják gondolatainkat, érzelmeinket és döntéseinket, anélkül, hogy tudatosulnának bennünk. A jövő kutatásai arra irányulhatnak, hogy megértsék, hogyan alakulnak át ezek a tudattalan folyamatok tudatos élményekké, és mi az, ami tudatossá teszi őket. Ez a kérdéskör nem csupán az emberi psziché megértéséhez nyújthat fontos fogódzókat, hanem az önismeret és a személyes fejlődés új lehetőségeit is megnyithatja. Összességében az öntudat kutatása nem csak tudományos, hanem mély filozófiai és etikai kérdéseket is felvet. Az öntudat megértése feltehetően hosszú és bonyolult folyamat lesz, de az etéren elért eredmények radikálisan megváltoztathatják az emberi önismeretet és világképünket. Ahogy egyre mélyebben megismerjük az öntudat működését, úgy válunk egyre inkább képessé arra, hogy megértsük önmagunkat és helyünket az univerzumban. Ezáltal az öntudat kutatása nem csak egy tudományos és technológiai kihívás, hanem egyfajta utazás is az emberi létezés lényegéhez. Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni, illetve megnyomni a kis harangikont, hogy ne maradj le a friss tartalmakról. Ha szeretnéd támogatni a projektet, látogass el a Kofi oldalunkra, ahol meghívhatsz minket egy kávéra vagy légy csatornatag, így exkluzív tartalmakban is részesülhetsz. Ha csak 50 forinttal szeretnél hozzájárulni a projekthez, használd a mohuri.qr kódunk. Nagyon köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő epizódban.